Jó napot kívánok! Mai napra rendelt témánk az a Vedanta filozófia, ami ez a default indiai filozófia, mai napság. Említettem már, hogy ez nem mindig volt így. Egy olyan 1500 évvel ezelőtt a Sankhya filozófia volt az, ami úgy a hindu filozófia volt. Úgy nagyjából az utolsó 1000 évben egyre inkább a Vedanta, és egyre inkább a Vedantán belül is az Advaita Vedanta, a par excellence, a kiváltképpeni, a tipikusnak érzett, gondolt, tekintett hindu filozófia. Ennek biztos van egy kis percepciótörténeti része is, tehát hogy az európaiak miért így látják, és ez vissza is hatott az utolsó 200 évnek az indiai hozzáállására, de azért lényegében nem egy kívülről indukált folyamatról van szó, vagy legalábbis nem Európából indukált folyamatról van szó. Tehát úgy tűnik, hogy mondjuk a 15.-16. századra már mindenképpen eléri a Vedanta filozófia azt a borzasztó erős dominanciát, hogy az összes többi filozófiát valahogy hozzá viszonyítva értelmezi elsősorban a tradíció. Kialakul az attitűd, hogy hát igazából persze a Vedanta filozófia az, ami a végső valóságot mondja el, de azért persze van helye az egyéb irányzatoknak is, az egyéb tradicionális hindu filozófiai irányzatoknak is, mint aféle előkészítő lépcsőfokoknak, vagy abban az értelemben, hogy ezeket egyszerűbb tanulmányozni, kezdjük azzal, vagy még inkább abban az értelemben, hogy az újjászületések hosszú-hosszú sorozatában az már egy nagyon magas szint, amikor az ember úgy születik meg, hogy alkalmas a Vedanta befogadására, hát a kevésbé szerencsések, itt még nem tartanak, azoknak alkalmasok az egyéb hindu filozófiák. Tehát ennek a kultúrának az öntudata is olyan, hogy reprezentatívnak, dominánsnak érzékeli a Vedantát. Azon belül is elsősorban az Advaita Vedantát, tehát azt az irányzatot, ami leginkább Sankara vagy Sankarácsárja nevéhez köthető. Maga a Vedanta szó, ugye a Veda és az Anta, Védák vége kifejezésből származik. Valami olyasmit értenek ezen a klasszikus periódusban, hogy a védikus tanulmányoknak a legvégén következhet csak. Amiben tehát eldugva bennem az előfeltevés, hogy alapvetően védikus tanulmányokat folytató embereknek való irányzat, vagyis meglehetősen ortodox bráhmanáknak szólna. És hát a végén van, tehát ez a csúcsa, megkoronázása, betetőzése. Az irányzat tehát hivatalosan exegetikus és nem filozófiai, de hát a szerzői nem úgy gondolják, hogy ők felfedezik, kitalálják az igazságot, hanem hogy az ott van a szövegekben, és csak értelmezik, továbbadják azt. Ténylegesen úgy látszik, hogy a filozófiának az alapszövege, ami itt is szútra, nevezhetjük Vedanta szútrának, gyakrabban nevezik Brahma szútrának, néha nevezik Sáríraka Mímánszának, szóval sok neve van neki, de a mi céljainkra a Vedanta szútra is teljesen jó. Valószínűleg az alapformájában igen régi, tehát minden bizonnyal jócskán időszámításunk kezdete előtt kezdett kialakulni. A készformájában talán 3.-4. századra lehet tenni. Mint a féle régi szútra, tehát még erősen abban a tradícióban volt, ahol írással nem próbálkoztak az alkotók. Tehát a funkciója egyértelműen egyáltalában nem közlő tájékoztató jellegű, hanem csak és kizárólag mnemotechnikai segédeszköznek szánták, és ennek megfelelően teljesen érthetetlen a szöveg. Ennek ebben az esetben lehet egy másik magyarázata, nem tudom, hogy mennyire valószínű. Az egész védikus korpusznak volt, elméleti értelemben még ma is van, egyfajta titkos jellege. Ez a titkosság, ez ugye történetileg abból érthető meg, hogy a viszonylag korai szakaszokban a védikus rituálét nem közösségi, jókedvű szertartásnak, fesztiválnak, ünnepnek élték meg, hanem valódi, különböző módokon elképzelt, de mégis csak valódi hatóerővel rendelkező dolognak. Ugye a legrégebbi fázisban úgy gondolták, hogy a védikus szertartás a legszerencsésebb, legbiztosabb módja az Isten jó indulata megnyerésének.
A későbbi bráhmanikus korban pedig úgy gondolták, hogy a helyesen végrehajtott szertartás mágikus eszközként biztosítja a kívánt eredmény elérését. És mivel a korai fázisban határozottan dominált, mondjuk nagyon nagy súllyal jelen volt az Indiába bejövő árjáknál a háborús projekt, ugye éppen India meghódításában mesterkedtek, hogy teljesen világos, hogyha van egy hatékony eszközöm, egy hatékony fegyverem ehhez a háborúhoz, hát azt nagyon nem akarom kiadni. Tehát az archaikus vallások, erről beszéltem már egyszer, dolgok természeténél fogva nem térítőek, éppen hogy, ha egy kicsit is komolyan veszik magukat, akkor többé-kevésbé érdemes titkolni. Nem ez az egyetlen motivuma van a titkolásnak, amit most mondtam, ez egy nagyon komplex, összetett dolog. Lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy az indiai varna rendszer kialakulásában ez a hódító-meghódított viszony a szerepet játszott. Hogy az egyetlen tényező volt-e, valószínűleg nem, de úgy tűnik, hogy az első három társadalmi rend, tehát a bráhmanák, ksatriák, vaisják, mondjuk papok, harcosok és közrendűek, dolgozók. Ez a három rend, ez árjának számított, megint másképpen kétszer születettnek, ami kifejezés arról, hogy átesik a felavatás, beavatás, szertartás, amikor ezt a szent papi zsinórt, a jagnyópa vitát megkapja a gyerek. Ez a második szellemi születése a gyereknek. Tehát ezek a kétszer született rétegek. Csak ők vehetnek részt a védikus rituáléban, és a negyedik rend, a súdrák, amik ez szerint tehát többé-kevésbé idegennek tűntek, nem árjának, ők viszont nem. Ez a tilalom a súdrákra, és pláne az azóta létrejött kasztrendszeren kívüli párja rétegekre vonatkozóak, mindmáig működik. Az elmúlt körülbelül 70 évben tesznek Indiában ezek azok, például Gandhi, például az indiai kormányzat, ilyen-olyan erőfeszítéseket, hogy ezt megszüntessék, tehát a vallási kiközösítettségét az indiai társadalom körülbelül a felének megszüntessék, ami mostanra számos eredménnyel járt, de korán sem egy befejezett folyamatról van szó. Tehát mindesetre 100 évvel ezelőtt ez még totálisan így volt. De én is voltam úgy egy dél-indiai amúgy saiva templomban, tehát egy nem védikus templomban, aminek az egyik szentélyében éppen egy védikus áldozatot készültek bemutatni, és az úgy kezdődött, hogy szépen becsukták a szentélyt. Amúgy Indiában meleg van, ugye ilyen átjárható szellős oszlopcsarnokok a templomok, de itt mindegyik oszloppár között volt egy fém ajtó, amit gyorsan becsuktak, és mondták, hogy ez nem azt jelenti, hogy senki nem jöhet be, minden kétszer született bejöhet, amit onnan lehet felismerni, hogy dótiban van, és ott van rajta az a kis zsinór. És azokat tényleg beengedték. Tehát a védikus tradícióhoz mindvégig hozzátartozik ez az eszme, hogy ez valamennyire titkos, a nem árják előtt titkos, és ezt időről időre kiterjesztik jobban, hogy a nem bráhmanák előtt titkos, vagy időnként még jobban, hogy azon belül is a nem beavatottak előtt titkos egy-egy tanítás, és gyakran, ahol erre bármilyen magyarázat adnak, ott valami ilyesmit mondanak, hogy mert ez egy nagyon hatékony tanítás, valamit el lehet vele érni. Lehet tehát, hogy a Vedanta Sutrának az előbb említett érthetetlensége, az félig ebből táplálkozik, tehát abból a szándékból, hogy még ha valaki illegális módon hozzá is jutna a szöveghez, esélyese legyen rá, hogy megtudja, hogy miről szól. Nos, hát ezzel ma így vagyunk, könnyedén hozzájutunk a szöveghez, rengeteg formában kiadott szövegről van szó, és esélyük sincs, hogy megértsük, legalábbis önmagában a szöveget, kommentár nélkül. A helyzetet egy kicsit bonyolítja, vagy érdekessé teszi az, hogy ebben az esetben még az maga az int tradíció is beszámol arról, hogy nem csak mi vagyunk ebben a nehéz helyzetben, hanem az egész Vedanta. Vagyis az int tradíció úgy tudja, hogy Sankara életművének az egyik alapvető tevékenysége, hogy a senki által nem értett és darabokra szétesett Vedanta szutrát összeszedte és értelmezte. Tehát maga a tradíció is beszámol arról, hogy itt nem volt élő folytonos hagyomány, ami a szövegértelmezését közvetítette volna. Érzésem szerint ez sok más helyütt is kimutatható Indiában, de maga a hagyomány nem beszél róla, hanem úgy csinál, mintha az ősmestertől folyamatos tanítványi láncolat tartana a mai napig. Folyamatos tanítványi láncolat nem csak jogi értelemben, hanem tartalmi értelemben, és tehát folyamatosan olyan mesterek voltak, akik mindig tudták és értették és ismerték és jól tudták tanítani, magyarázni a tant. Tehát a Vedanta esetében ez nincs így, és teljesen látjuk Sankarának a nehéz helyzetét, hogy ebből a lehetetlen anyagból valamit ki kellett hoznia. Nagyon kreatívan, értelmesen állt hozzá a feladathoz, tehát a megfejtései az esetek nagy részében meggyőzőek. Tehát a letisztult formájában a tannak, mind Sankaránál, mind az ezt a tanítást megfogalmazó buddhista szerzőknél összesen kettő darab igazság van.
amely közül az egyik az, ami a laikus filozófia olvasót érdekelni, az a végső igazság, vagy felső igazság, vagy legfőbb igazság, vagy abszolút igazság. Az alsó pedig relatív, vagy ideiglenes igazság. Egy gyakran használt buddhista eredetű kifejezéssel, de a Vedanta is használja, ez a samvrti szatja, az elfedés igazsága. Ugye furcsán ellentmondásos kifejezés, elfedve és eltakarja a dolog valóságát. Tehát nem egyszerűen az igazságnak lesz két szintje, hanem a valóságnak, a létezésnek, vagy a létészlelésnek lesz két szintje. Ez speciál még a tudományban is tök jól ismerjük. A jelenség és lényeg megkülönböztetése. Amikor azt mondom, hogy persze az is igaz, hogy ez itt egy tömör falap, de hogyha valaki nekiállít az atomelméleten magyarázni, akkor azt mondom, hogy ez egy olyan, aminek a, mit tudom én, 999 ezreléke valójában üres, és csak itt-ott vannak benne kis atompöttyöcskék. Azt mondom, hogy ez is igaz. Most akkor tömör vagy lukas? Mind a kettő igaz. Teljesen jól ismerjük ezt a dolgot a tudományból. Tehát, hogy van egy felszíni megtapasztalható szint, amiről nagyon értelmesen lehet beszélni, és ahol meg tudjuk különböztetni, hogy ez egy tömör falap, vagy egy effektíve fúróval átjuggatott falap. És van egy olyan valami, ami közvetlenül nem megtapasztalható, de valamiért azt gondoljuk, hogy nem egyszerűen igaz, hanem valamiért még azt is szoktuk gondolni, hogy mélyebb, lényegesebb, alapvetőbb valósága a dolognak, ami határozottan más. Itt is tehát valami ilyesmiről van szó. Hiszen a Vedantának a legfelsőbb igazság szerinti tanítása, az hát egy igencsak kurta metafizika. Egyetlen egy dolog van a világon, a szó legszigorúbb értelmében. Egyetlen egy, semmi más. Ezt nevezzük Brahmannak. Minden más meg, hát stílusérzéktől függően nevezhetem úgy, hogy hamis, látszat, jelenség, az egyik lehetséges képpel olyan, mint az álom. Tehát olyan megtapasztalható, de igazából felébredés után tudjuk, hogy az nem úgy volt. Tehát a felébredett az effektíve látja, és a megszabadult ember, a ritka igazi szent ember, az látja is, hogy ez nem igaz. Mi, akik benne vagyunk ebben az eléggé hosszú álomban, azok ilyen face value, tehát ilyen pofára elfogadjuk. Hát így van, ahogy tapasztaljuk. De hát nem, nem. Valójában ez csak egyfajta illúzió, trükk, varázslat, látszat, átverés. Na, ha az embernek van egy ilyen kényelmes, metafizikailag elkerülhetetlen kettős igazság tanítása, ez természetesen bármikor ráhúzhatom a szövegekre. Ugye? Tehát ez egyik a végső igazság szintjéről beszél, a másik, ami éppen nem azt mondja, hogy csak a Brahmanban és semmi más nincs, az nem a végső igazság szintjén beszél, hanem az ideiglenes, hétköznapi, emberi, konszenzuális, tapasztalati igazság szintjén. Ebben, amint már említettem, tulajdonképpen buddhista eredetű tanításban, szintén buddhista gyökérrel ott van egy másik motívum, hogy miért is beszélnek össze-vissza a szövegek. Legalább annyit megtetnének a kedvünkért, hogy minden fejezet elejé odaírhatnák, hogy végső igazság fejezet, ideiglenes igazság fejezet. Nem teszik meg. Miért csinálják ezt? A buddhista kontextusban ennek a szakkifejezés, az upája, kausalja, az ügyes eszközök használata. Az eszköz az azért ügyes, mert célra vezet. Mi a cél egy buddhista kontextusban? Hát az, hogy a buddhai tanításra vagy a megvilágosodásra elvezesse az embert. A jó eszköz tehát az, ami az embert oda vezeti. Az, hogy konkrétan milyen mélyen igaz metafizikailag, az totál érdektelen. Ami azt jelenti, hogy az akadálytalan, vagyis a megszabaduláshoz már elég közel álló törekvőnek, annak természetesen elmondjuk, hogy hogy vannak a dolgok, mert miért is ne, mire csapnánk be. Aki azonban még ettől messze van, annak nem biztos, hogy pont azt kell mondani, hogy egészen pontosan vannak a dolgok, hanem valami olyasmit kell mondani, ami jó felé terelgeti őt. Ez ugyanolyan, mint hogy mit mondok a gyereknek erről, vagy arról, vagy amarról. Ott, ahol úgy gondolom, hogy ezt simán meg tudja érteni, miért nem mondanám meg, persze. Ott, ahol azt gondolom, hogy nem teljesen értem, hogy ott egy leegyszerűsített magyarázattal próbálkozom. Ott, amikor például azért, mert bigott erkölcsi elveim vannak, azt gondolom, hogy ilyesmire nem beszélünk a gyerekkel, ott hazudok valamit a gyereknek. És mindezt a legnyugodtabb lelkismerettel teszem, azt gondolom, hogy ez helyes neki, az ő fejlődéshez képest. Azt, hogy ebben nekem igazam vagy nincs igazam, ez egy más kérdés. De megint csak azt mondom, hogy egy a köznapi életből ismert dologról van szó. No, tehát az Upanishadok teljesen heterogén szövegeit, ezzel a, hát tulajdonképpen két, de nagyon rokon trükkel már azért nagyon hatékonyan ki lehet magyarázni. Tehát ez szerint az egyik, az, ez nem a végső igazság szintjén van, hanem az ideiglenes igazság szintjén, a másik pedig ez nem azért van, hogy informáljon, hanem azért, hogy segítsen az előrehaladásban. Ez a megközelítésmód filológiailag is védhető, és hát Sankara, aki nem csak nagy szent ember volt, hanem nagyon profi szakember is volt, tehát nívós filozófus és nívós filológus is volt, meg is teszi ezt.
Nem biztos, hogy ő találta ki az ötletet, tehát simán lehet, hogy csak egy tradíciót tisztelt, csak nagyon világosan bemutatja, hogy ez a megközelítés mód, ez adekvát az Upanishadokhoz, vagyis tud egy olyan Upanishad szöveget mutatni, amit sehogy máshogy nem lehet értelmezni. És ténylegesen a szöveg, amit felidéz ezzel kapcsolatban, az a szöveg, hogy Indra, az Istenek királya, és Vajrócsana, hát egy nem uralkodó, egy jelentős aszura személy, elmentek Prajápatihoz tanulni. És kicsit szívatta őket a mester, ezt csináltok, azt csináltok, amazt csináltok, és akkor majd megmondom nektek. Megmondom nektek, hogy mi az átman, mi az én. És mond nekik valamit, de az persze egy nagy-nagy baromság. Konkrétan elsőre azt mondja, hogy a test. És akkor erre mindeket azt mondják, hogy jó mester, köszönjük a nagyszerű tanítást, pápá, ennyi volt. Mennek, mendegéldek, Vajrócsana hazamegy a démonok közé, és elmesél nekik, hogy a test. Az átman, az én, azt kell tisztelni, azt kell imádni. A többi, hát azért a démoni emberek azóta is teljesen el vannak foglalva ezzel a testükkel. Gyakorlatilag a materializmust a fő tanító mestertől, Prajápati, a teremtő istennek az egyik neve, származtatja ez a sztori. Indra azonban, amikor ment hazafelé az istenekhez, akkor elkezdett gondolkodni, hogy tök jó, de hogyha ez az izé, ez a legfontosabb, amitől minden rendben jön, és jó, és mindennek az alapja ez a test lenne, akkor azt jelenti, hogy mindennek az alapja az megrohad, az fáj, meg ezt meg azt csinálja. Akkor lehet, hogy ez mégsem jó tanítás, visszamegyek és megkérdezem a mestert, hogy mi lesz. Visszamegy, megkérdezi a mestert, és a mester azt mondja, tök jó fejvegy, hogy visszajöttél, na jó, akkor megint szivatlak egy kicsit, ez Istenekről lévő szó, ez sok évig tart, és akkor utána majd megmondom. És akkor megint mond neki valamit, ami megint kamul, ez csak egy fokkal jobb, ez a tükörkép, stb. És aztán az ötödik tanításban mondja meg csak a tutit a mester. Ez tényleg teljesen adekvátul illusztrálja azt, aki ezt a szöveget írta, ez az egyik Upanishad szerző, az tényleg pontosan úgy gondolta, hogy különböző fokai vannak az igazsághoz közelítésnek, és nem elsőre megmondjuk a végső teljeset. Ha emlékeznek még rá, szerintem felolvastam a Csándogya Upanishadból azt a kis szakaszt, ahol Gandhárából elhoznak egy embert bekötött szemmel. Elviszik valahova nagyon messzire a sivatagba, ott egy kicsit megforgatják, és akkor ez a normális emberi helyzet. És ha valaki leveszi a szeméről a kötést, akkor lát, az már nagyon jó, tehát már egy nagy lépés előre, ez a beavatásnak a pillanata, hogyha értelmezni akarom a dolgot. De tulajdonképpen baromira nem érzi jól az ember magát a sivatagban, hanem szeretne hazamenni Gandhárába, mert oda valósi. És akkor mi a teendő? Hát a következő, ha szerencséje van, és rendes pasos, aki levette a köteket a szeméről, akkor még útba is igazítja, hogy indulj el erre. És akkor mit csinál? Elindul arra, de megmondja neki a teljes útonat Gandháráig? Nem. Próbált azt elmondani, hogy miért nem mondja meg, mert teljesen lehetetlen, baromira messze vagyunk, mondjuk 1500 kilométernyire. Tehát a legközelebbi faluig el tudja küldeni, és ha már ott van, akkor ott, ugye, ha tanult és értelmes ember, szó szerint így fogalmaz a szöveg, elég bókás, hogy miért kell azt tanultnak lenni, akkor megkérdez, hogy merre tovább. És akkor tovább tudják küldeni a következő faluhoz. És faluról falura kérdezősködve végül elér. Tehát ez az általános vélekedés, hogy nem is lehet elmondani a végső igazságot, egész egyszerűen itt ebben a normális világi életben, a világi ismereteinkkel, tapasztalatainkkal nem tudjuk felfogni, nem rendelkezünk az ehhez szükséges eszközökkel. El lehet indítani az embert az úton, és akik így gondolják, azok ilyenkor mindig hangsúlyozni szokták, hogy sok minden nem múlik ez a bizonyos út, de bizony az elején teljesen elkerülhetetlen a saddhá, a hit. Nem feltétlenül hiszek egy Istenben, a mesterben kell hinni. Tehát ha nem hiszem el neki eléggé komolyan, akkor nem igazán fogok elindulni a sivatagba. Meleg van, fárasztó, stb. Nem csinálom. Tehát ahhoz, hogy elinduljak, ahhoz eléggé komolyan be kell vennem azt a szagot, hogy tényleg arra van Gandhára. Nem minden intradíció, de a legtöbb intradíció így gondolja, hogy a szellemi útnak a kezdő lépéseinél abszolút nélkülözhetetlen az, hogy az ember ráhagyatkozzon a mesterre. És ez nekünk, tehát ez a hívő ráhagyatkozás, nekünk, a mi kultúránknak ez tulajdonképpen egy vérforraló ötlet. Nagyon ellenkezik a szabadság fogalmunkkal, úgyhogy érdemes egy kicsit emészgetni. Nem rá akarok bárkit beszélni arra, hogy bármilyen mesterre hagyatkozzon, nem nagyon találnak itt olyan mestert, amire érdemes ráhagyatkozni, vagy legalábbis sokáig kellene keresni. Csak azt, hogy a logikája dolognak viszont teljesen világos. Tehát, hogy anélkül tényleg nincs esélyünk. Tehát, ha nem akarjuk azt gondolni, hogy ezek az utak totál magától értetődőek. Tehát csak az nem találja meg, aki egy másodpercig sem kereste. És ez azért eléggé naív vélekedés lenne. Tehát ha azt gondoljuk, hogy ez nem olyan egyszerűen megtalálható, akkor tényleg nincs más mód, mint hogy valaki megmutatja. És tekintve, hogy elég sokan elég sok felé mutogatnak, nem megy máshogy, mint hogy az embernek szerencséje van. A Csándogya Upanishadban is úgy fogalmaz, hogy a megfelelő mesterrel bíró ember, az tudja, hogy merre megy. Nincs mód ellenőrizni. Pontosan ugyanabban a helyzetben vagyunk ebből a szempontból, mint az első elemista a tanítónénivel az ABC vonatkozásában. Nincs mód ellenőrizni, hogy tényleg úgy írják az A betűt. Szerencséje van, mert egy erős társadalmi kontextus azt sugallja, hogy dőljön be a tanítónéninek is.
Hát abban tanítani, tényleg tudja, hogy kell inni az A betűt, tehát tényleg megtanítja neki végül. Nincs módja gyereknek ellenőrizni, el kell hinni. No, hát a mi tradícióban, ebben az országban ilyenfajta szellemi mesterek nem nagyon nyüzsögnek. Alapvetően koklerek viszont nyüzsögnek. Tehát ennek megfelelően baromira nincs az embernek esélye arra, hogy csak úgy az utcasarkon összeszedje magának egy használható útmutatót. No, tehát a Védánta és a kettős igazság fogalmat jártuk körül, hogy ez miért elkerülhetetlen ez a fokozatos tanítás, és ezzel aztán már ki lehet magyarázni ezt, és ahol persze szó sincs erről, hanem arról, hogy különböző útban is a szerzők eléggé máshogy értelmezték a világ jelenséget. Nagyon. Tehát az Upanishadokban vannak borzasztóra archaikus szövegek, amiknek az antropológiája hihetetlenül egyszerű, vagy naív, vagy ősi. És az egészet az Upanishadok által szellemében értelmezik. Ez filológiailag biztosan téves. Ugyanakkor, ha nem apró filológiával foglalkozunk, akkor a lényeget tekintve tényleg nincs baj. Tehát a lényeget tekintve a Védánta filozófia, tehát magyarán az, hogy egységesként értelmezik az Upanishadot, egyáltalán nem reménytelen. Tehát a különböző szerzők, nem összetartozó iskolák, különböző állítások, különböző részletállításai mögött valóban meghúzódik egy ilyen nagyon erős, nagyon következetes, közös magféle, amit az összes fontos szövegből valamilyen verzióban meg lehet találni. Tehát aki olyasfajta igazságra számít, hogy mennyi a vasnak az atomsúlya, 43 vagy 52, és nem lehet egyszer a kettő igaz, tehát ebben az értelemben nincs egységes tanítás az Upanishadoknak, ez világos. De abban, hogy milyen típusú szemléletet, világértelmezést és értékrendet közvetítenek, abban meglehetősen mély egységet érzünk ezekben a szövegekben. Ha az ember így közelít az Upanishadokhoz, tapasztalni fogja azt a furcsaságot, hogy hát ha figyelem olvas, akkor látom, hogy mást mond az egyik, mint a másik, de valamiért ez nem zavar. Valamiért azt érzem, hogy mégis rendben van. Ez is rendben van, meg az is rendben van. Ez egy szokatlan tapasztalat. Lehet, hogy ennek a bizonyos spirituális útnak esetleg a jellegzetessége, hogy nem olyan típusú tárgyakra vonatkozik, mint amikhez szok vagyunk, ezért nem pont olyan típusú igazságok vonatkoznak rájuk. Mi is ez a lényegi gondot az Upanishadoknak, ezt megbeszéltünk, amikor az Upanishadokról beszéltünk, ez a bizonyos kis kétszavas egyenlet, ez az Atman és Brahman az egyenlet két oldal, az Atman azonos a Brahmannal, az egyéni lélek vagy esszencia azonos a kozmikus esszenciával vagy lényeggel. És már ott jeleztem, hogy persze ezt az azonosságot mennyire sokféleképpen lehet értelmezni. Ez nem elsősorban az egyes Upanishadok közötti különbség, hanem ez a Védánta filozófiák közötti alapvető különbség. Tehát ők mindegyikük az Upanishadok teljes korpuszára építve, persze esetleg nem pont ugyanazokat a szöveghelyeket hangsúlyozva, lát bele egy egységes rendszert, ahol eldönti, hogy hogy kell értelmezni ezt az egységet, és nem ugyanúgy döntik el. Az Advaita Védánta, a Sankara féle Advaita Védánta, az azt mondja, hogy az egyenlőségjel az egyenlőségjel. Az azt jelenti, hogy azonos, teljesen, maradéktalanul, semmilyen értelemben nem különbözik. Tehát szigorúan veszi ezt a dolgot. Éppen ezért a Sankara féle Védántára én azt a kifejezést használom, hogy ez egy szigorú monizmus. Mit jelent a monizmus? Monizmus olyan filozófia, ami egy tényezőből magyarázza a világot. Klasszikus monizmusok, a materializmus és az idealizmus. Az egyik szerint csak anyag van. Természetesen nem tagadja, hogy van emberi tudat vagy gondolkodás, de azt mondja, hogy ezek pusztán anyagi jelenségek. A tiszta idealizmus szerint, a monista, szigorú idealizmus szerint csak szellem van, tipikusan több eszámmal szoktuk gondolni, van Isten, és vannak ennek kisebb szellemek, akár angyalok is, de emberi lelkek biztosan vannak. Azonban az anyagnak független létezése nincsen, ez különböző erőssége lehet megfogalmazni ezt a tézist, hogy mennyire nincs az anyag. A legerősebb formájában egész egyszerűen pontosan ugyanolyan illúzió, mint az álom. Az egyetlen különbség az, hogy én is, önök is ugyanazt az anyagvilágot látjuk, és ez azért van, mert nem mi álmodjuk az anyagot, hanem Isten. És ő elég erős ahhoz, hogy ugyanazt az álomképet bocsássa mindnyájunkra. Na, tehát ez egy következetes idealista álláspont. Mondom, a két klasszikus fajta monizmus, tehát a materializmus és az idealizmus. A Sankarái idealista monizmus, tehát az anyagnak nem tulajdonít a szellemtől független semmilyen létet. És azért teszem hozzá a szigorú monizmus jelzőt, lehet, hogy egy másik jelző találóbb lenne, de azt akarom kifejezni, hogy eltérően minden más monista rendszertől, ő nem azt állítja, hogy csak egy fajta principium alkotja a világot, nevezetesen a szellem, hanem ő azt mondja, hogy egy darab alkotja. Tehát nem azt mondja, hogy csak szellemi létezők vannak, ezt ugye mondja, de ennél sokkal erősebbet is mondta, és abból is pontosan egy darab van. A Brahman. Nincs más.
Ugye más védelmi irányzatok, például a nagyjából a második legbefolyásosabb az Rámanujjához szintén nagy hatású, szintén dél-indiai szentember. Ő nevéhez kötődik a visistádvaita védánta. Ez az advaita, vagyis nem dualista védánta ez is, de visista, vagyis megkülönböztető nem dualista. Azért nem dualista, mert nem fogadja el az anyagnak az önálló létét, de megkülönböztető, mert megkülönbözteti a világban található különböző entitásokat. Mindenek előtt az Isten és az egyéni lelkek közötti különbséget véglegesnek tekinti. Tehát egy tényleges elkülönülésről van szó. Noha fennáll az egység állítása is, az ő kedvenc példázata természetesen az Upanishadokból az a rész, ahol mint a tűzből a szikrák kipattannak kezdető. Na hát ugyanígy viszonyulnak a lelkek az Istenhez, az Isten mint a tűz a szikrák, mint a belőle származók. Tehát igaz az, hogy azonosak, mert hát a szikra is csak tűz vagy mi lenne, de mégis meg is vannak különböztetve egymástól. Nos, ez tehát egy másik fajta hozzáállás a védikus korpuszhoz. Mondanom sem kell, hogy sokkal könnyebben elfogadható világszemlélet, mint az, ami azt mondja, hogy az egyéni lelkek között nincs különbség. Tehát ez első nekifutása, prima facie, ez egy totál baromság. Hát most mindenki gondoljon valamire, és utána kérdezzék meg egymást, hogy ugyanarra gondoltak. Hát nyilvánvaló, hogy külön lelkünk van, hát ne hülyeskedjünk már, tehát ez totál ostobaság az egész. Mi a baj ezzel az ellenvetéssel? Az, hogy abból a lélekfogalomból indul ki, amit a múlt órán Szánkjával kapcsolatban próbáltam hangsúlyozni, hogy mennyire más a standard európai dualista lélekfogalom, mint az indiai. Ugye tehát a mi lélekfogalmunk az az egész tudati tevékenységet magában foglalja, tehát az érzelmeket is, a gondolkodást is, az akarásokat is. A Szánkja által kidolgozott és mondjuk domináns ind lélekfogalom az azt mondja, hogy nem, ezek a dolgok, ezek anyagi folyamatok. És a lélek ebben csak az, ami tudatos, ami ezt szemléli. Ugyanúgy szemléli a tudatos lélek, vagy az öntudat maga szemléli a gondolati folyamatokat, ahogyan mi is szok vagyunk ahhoz, hogy az ember tudatának az egészére szemléli a külvilágot. Tehát egy több lépcsős néző-nézet viszony van. Maga a lélek tehát nem tartalmazza, a lélek, a nem anyagi lélek nem tartalmazza a gondolatokat, az emlékeket, az érzelmeket, az akarásokat. Mind-mind anyagi folyamat. Ennek megfelelően, amikor tehát nem tudom én, hogy mit gondol ön, akkor nem az én lelkem nem tudja, hogy mit gondol az ön lelke, hanem az ehhez a testhez tartozó anyagi apparátus által gondolt izé nem tudja, hogy az ahhoz a testhez tartozó anyagi apparátus által gondolt izé az micsoda. De ezek nem tudnak egymásról, ezek vannak elkülönítve. Tehát az egyes egyéni tudatok elkülönültsége pontosan ugyanolyan, mint az egyes egyéni testek, vagy anyagi tárgyak elkülönülése. Azaz ugyanarra modere kezeli, mint ahogyan az előbb vázolt idealizmus, hogy általában csupán az anyagi jelenségeket, de a tudatiakat nem. Tehát azok nem valóságosak, a szellemre épülve létrejött, de képzeletek, álmok, jelenség, hamis jelenségek csupán. Tehát ez nem csak a külső tárgyakra, hanem a belső tudati tárgyak majdnem teljességére kiterjesztően is alkalmazza. Ennek megfelelően ez a triviális száfolat, ez nem működik. Annyira nem működik, hogy bizonyos mondjuk ehhez a szemléletmódhoz szívesen forduló, ezt vonzónak találó emberek gyakran érezték úgy, és ezt egész komoly emberek le is írták, például a 20. század első felének a filozófia történetben legjelentősebb indológusa, egy Berriedale Keith nevű, gondolom skót mester lehetett, tehát ő is nagyon komolyan leírja azt, hogy tulajdonképpen érthetetlen, hogy a Szánkja miért nem jut el a Védántához. Ha egyszer eljut ahhoz a lélekfogalomhoz, ahol a lélek már teljesen változatlan, nem ő gondol, stb. Tehát ez a teljesen absztrakt izét, hát akkor két ilyen purusa között, ahogyan Szánkja nevezi, hát nincs közte semmi különbség. Akkor miért gondolja, hogy különböznek? Most én nem vagyok benne biztos, hogy Keithnek igaza van, de legalábbis van a gondolatmenetnek egyfajta ereje. Tehát amennyiben az emberben az egyéninek az anyagi részeit tekintjük, a speciális varázslatnak viszont az öntudatot, a tudatosságot, akkor nem magától értetődő, hogy ez az ennyire minimumra, minimum terjedelmére, minimum tartalmúra csökkentett lélekprincipium, ennek valóban különbözni kellene-e az egyes emberekben. No, az advaita védánta tehát azt mondja, hogy nem, hanem ez a bizonyos átman-brakman azonosság, ez teljes körű. Mindnyájukban a tudatosság, az egyetlen igazi, állandó, tartós valóság, az pontosan ugyanaz, és azonos a Brahmannal. És azt, hogy ezt nem így látjuk, ez egész egyszerűen hamis tudás, nem tudás. Ennek megfelelően a megváltás nem más, mint egy helyes tudás erről a dologról. Természetesen itt is, mint máshol, ezt már többször hangsúlyoztam, a tudás
nem verbális elmondási képességet jelent, tehát nem olyat, amivel egy egyetemi vizsgán át lehet menni, hanem megélt tudást jelent. Van a Védántának erre egy standard hasonlata. Általában az indusok nagyon-nagyon pártfoglalandó módon imádják a hasonlatokat és metaforákat. Ennek rengeteg előnye van, de hát az egyik kulcselőnye az az, amit már szintén sokszor hangsúlyoztam, hogy nem igazán lehet reálisan beszélni ezekről a nemevilági dolgokról. Úgyhogy akkor legjobb, hogyha nem megpróbáljuk mindenfajta szakszerű, száraz, ropogós fogalmakkal körbeírni a dolgot, hanem mindenfajta mesékkel, képekkel valahogy megéreztetni az egésznek a hangulatát, működését. Na, szóval sok más előnye van ezeknek a dolgoknak. A Védánta extra imádja a metaforákat, illusztrációkat, példákat. És talán a legfontosabb Védánta hasonlat, az, amit most fogok elmesélni, ez hogy a kötélcsomó hasonlat. Csak egy lábjegyzet, rendkívül meglepő módon a hasonlatot megtaláltam Európában is egy görög szkeptikusnál. A hasonlat ez így hangzik. Az ember alkonyatkor kilép a kis kunyhójából, és lát az úton egy ilyet. És Indiában vagyunk, ahol az ilyen az sok minden lehet, de többek között lehet kígyó is. Frászt kap. És természetesen visszabújik a kunyhójába. Ha van neki ajtaja, akkor megpróbálja becsukni, és reménykedik, hogy hát, hogyha nem tud bejönni az a gonosz lény. Ha kíváncsi, akkor esetleg többször kikúcskál az ablakon, hogy ott van-e még, de még mindig ott van. És akkor mit csinál? Ennyit retteg. A szerencsés esetben az ember találkozik egy olyan nagy tudású valakivel, aki fel tudja világosítani, hogy mi az az izé, amit ott látott, és azt mondja, hogy figyelj, az nem egy kobra, az egy kötélcsomó. Akkor ez az ember azt mondja, hogy hű, már majdnem megijedtem. Na most innentől kezdve ezt az ember meghallja a szakértőtől, akkor mit csinál? Akkor kilép a kunyhóból, és oda sétál, és félre rakja az ösvényről a kötélcsomót? Hát azért nem egészen. Mert mi van, ha téved? Ugye? A sratha, a hit eleme nélkül nem megy a dolog, tehát el kell hinnem annak az embernek, akinek meg tudtam mondani, hogy ez nem kígyó, hanem kötélcsomó, hogy ő tudja, mi van ott, meg azt is, hogy jót akar nekem. Tehát, hogy helyes tudással rendelkezik, és jó szándékkal is rendelkezik. Azért mondja, mert tudja, hogy úgy van, és megmondja nekem az igazat, mert azt akarja mondani. Tehát ha rendelkezem ezzel a hittel és bizalommal, akkor, és van bennem egy kis kurázs is, akkor óvatosan elindulok a kötélcsomó felé. Most ahogy közeledem a kötélcsomóhoz, persze közben sötétedik is, tegyük fel, hogy most ezt nem csinálja, akkor jó eséllyel egyre jobban látom, hogy tényleg nem egészen, mintha nem fejelem, de lehet, hogy mégis feje vagy, az csak egy csomó. Na mindegy, szóval, hogy egyre jobban hajlandó vagyok már úgy magam is elhinni a dolog, de igazán biztosra akkor válik a dolog, hogyha sehol nem ijedek meg, és nem lustol meg. Én azt mondom, hogy tulajdonképpen annyira nem érdekes, hogy hevere ott egy. Hagyjuk ott, nem érdekes. Szóval, ha végigmegyek az úton, szépen lassan és óvatosan, akkor ott leszek a kötélcsomó mellett, és biztos, ami biztos, természetesen megtapogatom. És ha megtapogatom, az azért nagyon más, ahogyan egy kötélcsomó viselkedik tapogatásra, meg ahogy egy kígyó viselkedik egy tapogatásra. Szóval megtapogatom. Innentől kezdve már nem érdekes, hogy mondta-e nekem valaki, hogy az kötélcsomó vagy kígyó. Innentől kezdve tudom. És innentől kezdve ezt a tudást nem is lehet tőlem elvenni. Tehát soha többet nem fogom azt a kötélcsomót ott kígyónak nézni. Ez megvan nekem, és onnantól kezdve annak a képzelt kígyónak nincs is ám hatása. Figyeljük meg, hogy amíg azt hittem, hogy kígyó, addig van. Esetleg nagyon súlyos hatása is lehet, hogyha már kicsit gyengélkedem, öregecske vagyok, akkor esetleg szívrohamot kapok és belehalok abba a nem létező kígyóba. De hogyha ennyi nem, csak egy kicsit dobogni kezd a szívem és verítékezek, és nem merek kimenni a kunyhóból, pedig igazából pisilni indultam. Ez egy kisebb hatás, de ugye, tehát végig egy nem létező dolognak a hatása. Nem létező, de elhitt dolog. Viszont ezzel a kulcsponttal, amikor elértem oda, és megtapasztaltam az igazi természetét. Tehát nem arról az, hogy tudtam, tudni már bent a kunyhóba tudtam, abban például, hogy megmondta nekem valaki, onnantól kezdve ötösre vizsgáztam volna abból, hogy kígyó vagy kötélcsomó. Ugye? Tehát ez igazából nem túl érdekes. Egy apró kis előfeltevés, de igazából még ez sem annyira fontos. Lehetett volna az, hogy a pasi nem ezt mondja nekem, hanem azt mondja, hogy figyelj, nyugodtan oda mehetsz, mert az nem vipera, hanem sikló. Ugye? Ami ugye nem teljesen igaz, de akkor azt mondtam, hogy akkor oda megyek és elkergetem azt a büdös jószágot, mert nekem itt nem mászkáljon az én kunyhóm környékére sikló. Tehát nem ez az érdekes. Az érdekes, az a igazán döntő pont az, amikor odaérek és megtapasztalom. Ez a megváltás pillanata, ez a megvilágosító tudás, ami tehát nem elméleti tudás, nem fogalmi, teljesen közömbös, hogy birtokolok-e olyan szavakat, hogy kígyó meg kötél. Ezzel a fele mind nem érdekes. És ez egy abszolút egyszeri, megváltoztathatatlan dolog. Látjuk, hogy ez egy nagyon komplex, multifunkcionális metafora. Tehát kifejezi azt, hogy is van az, hogy van és nincs. Nincs, valójában nincs ott kígyó, de mégis van, mert hatása van rám. Kifejezi azt, hogy hogyan lehet felismerni, hogy ez nem így van, máshogy van, mi kell ehhez az úthoz a mesternek a szerepét, és rávilágít a
a megváltó tudásnak a sajátos szerepére. Sankara ezt hosszasan ragozza, és itt komoly nyelvfilozófiai fejtegetésekbe bonyolódik, arról, hogy figyeljük meg, hogy tudni, az teljesen úgy hangzik, mint a aludni, járni, stb. Egyszerű kis ige, de látszatdacára nem cselekvés. Ha én tudok valamit, ha már egyszer megtapogattam azt a kötélcsomót, utána már nem áll szabadságomban nem tudni, hogy adott egy kötélcsomó. Ez eszembe azért, mert háromszor felmentem a csomolunk, már a szabadságomban áll negyedszerre nem felmenni. Ugye, tehát a cselekvés, az szándékos, csinálom vagy nem csinálom. A tudás az nem olyan. Hiába szeretném tudni. Ha viszont tudom, akkor hiába szeretném nem tudni. Ez egy nagyon más típusú dolog. Nem ige. No, mint mondottam, ez a tanítás, aminek tehát a maga ez a bizonyos upanisadi egyenlet. Ez az átman és a brahman azonos. Egyetlen egy dolog van, a brahman, és ez egy szellemi eszencia, és ez azonos az egyéni emberi szellemi eszenciákkal, és minden más az csak jelenség, látszat, illúzió. Ez tulajdonképpen ennyire rövid. Tehát igazából nincs róla mit mondani. Ehhez képest az ind filozófiának a legvaskosabb kötetben, papírban, oldalszámban, messze a legvaskosabb ága a Vedánta filozófia, ami nem csak nekünk, mai európaiaknak tűnik fel. Tehát van például egy ilyen igen közismert slóka versike. Úgy hangzik, hogy slókárdhéna pravaksyámi yaduktam grandha kórti pihi. Vagyis egy fél slókával elmondom, amit vaskos kötetek tízezreivel tanítanak. Csak most jön a tanítás, ami tényleg egy fél slóka lesz. Brahma szatyam, a brahman valós, vagy igazság. Jagan mitya, a világ hamis. Saeva átma, na csáparak. És ugyanaz az átman is, mármint a brahman. És nem pedig az a másik érzés, amit normálisan tapasztalunk. Nem az egyéni tudat, az emberi eszencia, hanem az annak mélyén megbúvó, nem egyéni, nem specifikus tudatosság. Igaza van. Tehát tényleg elmondta a Vedánta filozófiának az alaptanítását. Azért mi még egy picit beszéljünk róla. A rendszer egyszerűsége mellett van néhány gondja. Az egyik az, hogy tegyük fel, hogy értem. De most egész pontosan miért hinnék el egy ilyen rendszer? Tehát mi alapom lehet rá? Tehát erre az erős Vedánta válasz az egyértelműen, hogy az, mert ki van nyilatkoztatva. Ott van az Upanishadban, az pedig Veda abszolút örökké. Tehát érdemi vitába úgymond nem bocsátkozunk, de mint már említettem, ez a filozófia ideológiai tekintve exegézis azért valójában nem csak, hanem filozófia is. Tehát miután ezt közlik, hogy a kérdés az ilyen egyszerű, azért valójában filozófiai vitába bocsátkoznak. És a filozófiai vitának a kulcseszköze az, hogy lehet, hogy ez egy kicsit meghökkentő ötlet, de az összes többi az még rosszabb. Tény, hogy az ilyen típusú eszméket valló filozófusok, amik valami nagyon-nagyon másmilyen képzetet sugallanak, mint ami a hétköznapi tapasztalatunk, azok szívesen folyamodnak ehhez az eszközhöz, hogy igaz, hogy első hallás, amit én mondok, az hajmeresztőnek tűnik, de én most megmagyarázom neked, hogy az, amiben te normálisan hiszel, a hétköznapi tapasztalat, a hétköznapi világmegértés, vagy valami nem ennyire elvont filozófiának az értelmezése, az mennyire tarthatatlan, ellentmondásos. Ja, ennek Európában a legismertebb példája, könnyen lehet, hogy esetleg nem is teljesen függetlenül ettől a tradíciótól, az ugye az eleai iskola, ahol Parmenides kialakít egy olyan tanítást, amiben az igazán létező, az a neve, hogy a létező, az egyetlen, változatlan, örök, stb. A tanítványai, meg elsősorban az eleai Zénón, intenzíven próbálkoznak azzal, hogy az ettől eltérő szemléletek ellentmondásait kimutassák. A Zénón a paradoxonairól híres, ő azt próbálja kimutatni, hogy azt mondják, hogy de ne hülyéskedj, hát látom, hogy van mozgás. Akkor azt mondja, hogy te látod, hogy van mozgás, én meg megmutatom, hogy rosszul látod, mert úgy nem lehet. Ja, ez a közismert utolérje, aki leosz a teknőst. Hát nem érheti utol, mert a teknősnek adunk 1 méter előnyt, oké? Na most tegyük, hogy utol akarja érni. Akkor először le kell futni ezt az 1 métert. Ott van a teknős? Hát nincs ott, mert tovább ment. Ugye? Lehet, hogy csak 10 centit ment tovább, de tovább ment. Na jó, mindig utol akarja érni, hát akkor futnia kell. Elér oda, ahol most a teknős? El, persze, 10 centi, oké. Ott van a teknős? Nincs ott a teknős. Ugye? Akármeddig fut Achilleus, soha nem éri utol a teknős, mert a teknős mindig már egyel odébb ment. A célja az okfejtésnek tehát az, hogy azt mutassa be, hogy ahogy a normálisan értelmezitek a világot benne, a mozgást, változást, különbségeket, az ellentmondásokhoz vezet, tarthatatlan. Úgyhogy akkor mi lenne, hogyha inkább ehelyett azt mondanád, hogy hát ha ellent kell mondani, ellentmond a tapasztalat a gondolkodásnak, akkor válaszol már a gondolkodást. Emberek volnánk vagy mi, ugyebár? Nem azért iszunk, mert szomjasak vagyunk. Tehát a gondolkodásnak adunk prioritást. Az gondolkodás és az érzéklés konfliktusa között.
ezzel egyet kell leérteni, ezt most nem nagyon feszegetném ezt a kérdést, de minden esetre van egy bizonyos meggyőző ereje ennek az álláspontnak. Tehát a Vedanta egyik stratégiája az, hogy megpróbál ilyen-olyan módokon, tulajdonképpen az összes lehetséges elképzelhető módon vitába szállni más filozófiai irányzatokkal. Igazából két kedvenc vita partnere van, akivel nagyon élesen és nagyon sokat vitatkozik Sankara. Az egyik a Szánkja, a másik a buddhizmus. Nem véletlenül. Ugyanis ez a két rendszer nagyon hasonlít a Vedantára, de nem azonos vele. Az összes többi távolabbi rendszert az tulajdonképpen kis egyszerű butaságnak tekint, és viszonylag gyorsan leírja őket, mint komoly potens ellenfeleket. A Szánkját és a buddhizmus nem. A buddhizmus esetében ez annál is inkább helyén való, mert gyakorlatilag vannak olyan buddhista iskolák, amiket az ideológiai affiliáció és a terminológia kivétele semmi nem választ el Sankarától. És az úgynevezett Vijñānavāda iskola, több változata van ennek az iskolának, az a verziója, ami szerint az egyéni tudatok mögött ott van egy nagy, közös, univerzális tudat az ő szavukkal, Ālaya Vijñāna, az filozófiai értelemben totálisan ekvivalens a Sankara féle advaitával, csak ők nem Brahmannak nevezik, hanem ők Ālaya Vijñānának nevezik. Ők nem azt mondják, hogy az Upanishadokra hagyatkozunk, hanem azt mondják, hogy a Buddha szavaira hagyatkozunk, de ezek filozófiailag irrelevánsak. No, tehát a buddhizmusnál különösen nagy gondban van, mert valójában bizonyos irányzatokkal pontosan ugyanazt mondják. A Szánkjánál nincs ilyen nagy gondban, tehát ott egészen könnyedén meg tudja mondani, hogy miben különbözik az ő rendszere a Szánkjától, és hát ez bizony nagyon kevés, ez összesen kettő pont. Az egyik az az, hogy a Szánkja szerint ugye minden egyes embernek önálló purusája, öntudata, öntudatosság principiuma, szelleme, lelke vagy akármicsodája van, míg szerinte csak egy. És a másik, a Szánkjának az az állítása, hogy a prakriti, a természet, az anyag, az egy független principium, itt nem a függetlenségét fogja megtámadni, hanem nagyon intelligens, kreatív módon, az, hogy tudattalan. És azt mondja, hogy na, ez lehetetlen, hiszen a Szánkja szerint is a természet, az anyag úgy működik, hogy az a tudatnak jó legyen. És hogy a csodába tudná valakinek a céljait szolgálni, követni, hogyha nem tud róluk, ha nem tudatos. Itt vagy azt kellene elfogadnunk, de ezt a klasszikus Szánkja nem fogadja el, hogy a lélek effektív hatóerővel bír az anyagra, ha pedig ez nincs, tehát ha az anyag önmozog, már pedig a Szánkja ezt állítja, akkor kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy na de akkor ez az anyag, ez tud róla, hogy mit akar a lélek, tehát kell, hogy tudatos principium legyen. Tehát azt, hogy kétfajta principium van, az egyik tudatos, a másik nem tudatos, azt elvetjük, és már is mondhatjuk, hogy egyfajta principium van, csak tudatos. A másik differencia pedig ez lesz, hogy egy vagy sok lélek van, és itt pedig azzal fog érvelni, amit már az előbb is jeleztem, hogy ugye mi különbözteti meg az egyes purusákat? Semmi. No, a másik fajta filozófiai tennivalója a Vedantának az az, hogy megértetni, értelmezni a saját állításait, az, hogy hogy is van ez, mert mégiscsak van itt egy kis gond. Tehát tényleg a világ legegyszerűbb filozófiája, ezzel nincs benne semmi más, csak egy darab Brahman. Hogyha ez még hozzáteszik a szegény Brahmannak a standard jelzőit, amik kvázi magától értetődnek, ugye egy komoly principium és egy komoly principium Indiában, az feltétlenül örök lesz. Márpedig, ha valami örök, az azt jelenti, hogy nem változik, mert ha valami változik, az előbb-utóbb elpusztul. Szóval, tehát egy teljesen változatlan egyetlen principium. Ha valami osztható, akkor azt időnként felosztják, tehát akkor az nem lett változatlan. Tehát teljesen változatlan és oszthatatlan, vagyis teljesen tagolatlan principium. Na most egy ilyenből magyarázzuk meg a világot, és ez így már gond, ugye? Tehát mert az, hogy egy, ez nem probléma. Tehát, hogy az egy kis számítógépemben 25 játékprogramot tudok játszani, és azok állandóan változnak meg, stb. Ez totálisan rendben van. Tehát, hogy egyetlen egy izé, egy agy elég a világhoz. Csak az én számítógépem az időbe vetett, változó, és részei vannak, azért tud rajta program futni. Más típusú ellenvetés, minket talán kevésbé érdekel, abban a tradícióban elég lényeges ellenvetés volt az advaitával szemben, hogy na de, hogy is van? Ha csak a Brahman van, akkor minden rossz is hozzá kapcsolódik. Tehát ha én megrúgok valakit, akkor a Brahman rúg. Ha én depressziós vagyok, akkor a Brahman depressziós. No, hát különböző módokon próbálják ezeket a dolgokat kezelni, és leginkább metaforákkal, amik néha megvilágító erejűek, néha meg inkább bűvésztrükknek értelmezi őket az ember. A következő hasonlat, amit ez ügyben akkor most elmesélek, ez a tükröződés. Amúgy is nagyon kedveli a Vedanta filozófia tükröződést. Ugye az a standard forma, hogy az emberek
a leghétköznapi életükben is találkoznak a jelenség és a valóság különbségével. Ugye ott a tükör, és oda nézek bele, és ott látom, pedig igazából ott van, és még tudom is. Ugye? Tehát a tükör nem véletlenül egy nagyon alapvető példázata minden olyan filozófiának, ami elég jelentős eltérést posztulál a közvetlen egyszerű tapasztalat és a tényleges valóság között. De a Védánta különösen intenzíven használja, és pedig a kedvenc az előbbi problémákat kezelni, megvilágítani hivatott példájuk, az az, hogy a nap tükröződik a vízben. A nap az az igazi, az egyetlen, ami valóban létező, a napnak tényleg van fénye, ami a vízben tükröződik, az ugye, hát az teljesen csak egy függő létező. Hát ugyanúgy viszonyul a Brahman például az egyéni lelkekhez. Még sok mindenre alkalmas ez a dolog, hogy megvilágítsa. Hány nap tükröződik a vízben? Az biztos, hogy nem egy, mert hogyha belenézek az egyik pocsolyába, meg a másik pocsolyába, meg a harmadikba, mindegyikbe tükröződik a nap. Ugye? Hát a pocsoly az nagyjából olyan, mint az emberi test mondjuk. Valami izé, aminek hát önfénye az nagyon nincsen, de valamilyen módon mégiscsak alkalmas arra, hogy tükrözze ezt a napot. Kis pocsolyába is vannak, nagy pocsolyába is vannak. Tehát megmutatja ezt a látszólagos, az én közvetlen tapasztalataim az egyéni tudatokkal és a valódi igazi tudatnak a viszonyát, megmutatja az egynek és a soknak a viszonyát, tehát már is két dologra alkalmas volt. A harmadik, amire alkalmas, és mi történik, hogyha az én pocsolyám az konkrétan nem viselkedik jó módon, tehát belerúg a másik pocsolyába, hát akkor hullámzik. Hullámos pocsolyám milyen napot látok? Hát egy darabokra töredezett eléggé kis ocska napocskát, ugye? Most ettől a napot érte bármi bántódás? Nem, természetesen egyáltalán nem hat rá. Tehát így lehetséges az, hogy az egyes emberekben azt tapasztalom, hogy szemét, aljas, ostoba, gonosz, puj. Feltétlenül rossz kedvű ember vagyok. Én nem ezt tapasztalom, de kinek a saját választás, hogy mit tapasztal az ember felsőben. De mindesetre különbségeket azért én is látok. Szóval, hogy egyrészt az emberben nincs más, ami valós lenne, mint a Brahman, ha úgy tetszik a lelke. És hogy van az, hogy ugyanakkor ezek a, mondjuk úgy a pszichikumára vonatkozó lelki mihenségére vonatkozó értékelések, azok egyáltalában nem érintik a Brahmant. Hát pontosan így. Tehát, hogy valójában az, amiről én beszélek, én a pocsolyában tükröző napképről tudok csak beszélni. Annak igazából semmi kihatása nincs a napra. Noha, ettől még igaz, hogy ő semmi más, mint a napnak a tükörképe. A Védántának is, mint néhány más irányzatnak is, a feladata, hogy megkülönböztesse az ő saját lélekfogalmát a mondjuk így a hétköznapi lélekfogalomtól. A Védántának itt egy kicsit nehezebb a dolga, mert noha Védánta tehát az Upanishadokban rejlő gondolatokat magyarázná, de hát miért pont azokat? Hát mert azok a Védáknak a részei. Hát ha ez valamiért számít, már pedig azt mondják, hogy abszolút számít, mert hogy ezekben a valódi igazság van, azért, mert a Védáknak a részei, akkor az egész Védában az van. Tehát ha nem sajátos témája az egész védikus korpusz, de hivatalból igaznak kell tartania. Nagyon nem kell vele foglalkoznia, nem az a dolga, hogy a szertartások részleteit magyarázza, de az kell, hogy a véleménye legyen, az mindig igaz. Most, ha már nem csak az Upanishadokról beszélek, hanem az egész védikus korpuszról, na abban aztán tényleg hajmeresztően különböző világnézetek vannak, tehát a korai védikus korpusz az egy nyilvánvalóan nagyon archaikus, egyszerű világszemlet, ahol az istenek istenek, az emberek emberek, a némelyiknél még az se derül ki, hogy egyáltalán bármilyen módon tovább éle a halál után az ember, egyszerűen elpusztul. És amikor megpróbálja bemutatni, hogy mi is az a lélek, amiről ő beszél, amiről a Védánta filozófiában szó van, hogy ez mennyire más, mint a hétköznapi tudat, nem egyszerűen csak arra kell rávilágítani, aminek bárkire rá kell rávilágítani, hanem az is, hogy hogy van ez, hogy de hát a védikus szövegben helyenként az emberi lélek miben lét, bizonyos helyeken teljesen egyértelműen az átman szó, egyszerűen testet jelent Védákban. Szóval hogy ezek hogyan vannak viszonyban, és itt Sankara, aki amúgy főhivatású ortodox, tehát nagyon vállaltan, nagyon brahmanikus, nagyon papi szemléletű, itt filozófusként nagyon szigorúan, keményen, úgy erre, hogy filozófusnak el kell járni, csak mondom, meglepő ettől a derék brahmanikus szentembertől. Tehát azt mondja, hogy kérem szépen, a Védákban kétféle dolog van. Tudás és nem tudás. Természetesen nem tudás nem abban az értelemben, ami a tudásnak az egyszerű tagadása, hanem abban az értelemben, hogy nem a magasabb igazság, hanem ez a földhöz ragadt szinten. Tehát a végső igazság szempontjából nem tudás. És azt mondja, hogy az egész ritualisztika, amit amúgy nagyon fontos tartat és tiszteletemét, az úgy, ahogy van, a kamu ágra tartozik. Ez már itt borzasztóra meglepő. Talán a mi reflexeinknek még meglepőbb az, hogy ez az egész filozófián konzekvensen végigvonul. Tehát Sankara derék istenhívő ember. Az Istent, amiben ő hisz, és mint rendes vallásos gyakorló szentember, stb. Tisztel is.
azt alapvetően a tudatlanság, a nem létezés, a változás a világ oldalára rakja. Így logikus, filozófiailag elkerülhetetlen, csak hajmeresztő. Tehát normálisan egy olyan ember, aki így gondolkodik, hogy van az abszolút végső szellem, stb. És ez a világ meg ilyen vacak, az azt mondja, hogy hát akkor ebben a világban nincs Isten. Esetleg Istennek az belefér. De nem, Sankara egy teljesen derék teista ember. Tehát abszolút komolyan hiszi, hogy ennek a világnak van a tetején egy abszolút csúcs szuper lény, ami nem egyszerűen mindenki másnál jobb, hanem kategóriájában más. Nincs neki karmája, meg efélék. De ezzel együtt az nem a Brahman, hanem az evilági. Amikor dicsérni akarja, akkor rámondja a Brahman szót, csak mindig hozzáteszi, hogy hát az igazi Brahman az nirguna tulajdonságok nélküli, hiszen a tulajdonságok mind evilági meghatározottságok. Ez, amit itt istenként tisztelünk, mert emberek vagyunk és szükségünk van erre a kis mankóra, ez a szaguna tulajdonságokkal rendelkező Brahman, amit persze sokkal szívesebben nevez Isvarának, Úrnak, és valószínűleg még ennél is szívesebben mindenfajta meghitt neveket Sivának vagy Visnunak. Érdekes módon nem tudjuk biztonsága, hogy Sankara az Saiva volt-e, vagy Vaisnava. Ennek az oka valószínűleg az, hogy összindiai szentnek számít, tehát az összes tradíció mesél róla valami olyasmit, aminek alapján ide vagy oda sorolhatnak. A nevéből, mert a Sankara egész egyszerűen Sivának az egyik neve, arra következtethetünk, hogy valószínűleg Saiva volt, de. Tehát amikor a kétféle tudatot meg akarja különböztetni, akkor amellett, hogy kategoriálisan, világosan és szigorúan jár el, tehát azt mondja, hogy a szent tudás is, a ritualisztikus tudás is, az abszolút nem az, amiről mi most beszélünk. Mert mind változásról szól, arról szól, hogy mi lesz az emberrel a halál után, ami egy darabig lesz, aztán megint más lesz, újjászületések forgatagáról. Nagyon fontos, nagyon szent dolog, de mind-mind az evilági oldalra tartozik. Tehát ahogyan korábban azt láttuk már a Sankhyánál, hogy ez a tradíció a lélek és az anyag határát máshova teszi, mint az európai tradíció, Sankaránál most ugyanazt látjuk megismételve, kibővítve a szent, a transzcendens és az evilági közötti határról is, hogy ez is igazából máshol húzódik. Szóval amellett, hogy ezt szép tisztán megcsinálja, elég szórakoztató filozófiai érveléssel, illusztrációval is próbálkozik. Azt mondja, hogy onnan lehet látni, hogy a normális, racionális tevékenység, ennek részeként egyébként a vallási tevékenység is, az nem specifikusan a megváltó tudásra vonatkozik, hiszen a megváltó tudást, azt jól tudjuk, egy teljesen egyetemleges indiai dogma, de olyan plauzibus dogma, az úgyis csak az emberek képesek rá. Azt hiszem, meg tudom mutatni, hogy e fajta tudás az állatok is képesek, és szépen precízen leírja, hogy mert ez úgy van, hogyha mondjuk egy tehénhez oda megy az ember markában egy kis szénát víve, akkor a tehén valószínűleg rámosög, kedvesen rábéget, és oda jön és megeszi a szénát. Ezzel szemben, hogyha egy botot víve megyek, akkor elmegy. Ugye? Tehát az, hogy célok, motivumok szerint értelmesen cselekszik, ez nem egy emberi specifikum. Na most a dolgok részleteiben nyilván nem érdemes belemenni, de nagyon figyelemre méltó, hogy tehát tudja kezelni ezt a problémát, anélkül, hogy belemenne abba a dologba, hogy nyelvi kommunikáció, nem nyelvi kommunikáció. Tehát meg tudja mutatni, hogy itt van egy nagy-nagy analógia, és aztán azzal a kis bevett előítéletes mondattal zárja ezt a fejtegetését, hogy tehát mivel ebben hasonlók vagyunk az állatokhoz, nyilván nem az, ez nem az a fajta tudás, nem az a fajta értelmesség, amit keresünk. Ahonnan indítottam, ugye a kettős igazság fogalma, oda kerekíteném ki ezt a kis, igen, csak rövid kivonatot a Védántáról, hogy hogyan is kezeli a mélyebb igazság, hétköznapi igazságnak a viszonyát Sankara, és majd aztán nyomán egy kicsit még jobban cizellálva a klasszikus Védánta. Csak a Brahman az az egyetlen valóság. Ez a valóság csak az létezik, más nem létezik. Tehát a Brahmanról mondom azt, hogy valóság és létező. Nem anyagi principiumról beszélek, hogyha azt is rámondom, hogy tudat. Ez a szanszkritú, ez a chit, a létező, az a szat. És hogy ne legyen annyira sápatag a Védánta tradíció, elég hamar úgy fog dönteni, hogy és ez legyen jó is. Létező tudat és gyönyörűség, szat chit ánanda a Brahman, kialakul ez a standard jellemzése a Brahmannak, hogy nirguna, tehát tulajdonságok nélkül, de azért ennyit lehet róla mondani. Ezek tehát nem tulajdonságok számítanak, hanem alap ismérveinek a Brahmannak. Na de akkor hogy állunk a világgal? Ha a Brahman a létező, csak az létező, akkor a világ az egyszerűen nem létező. Az a kis sloka, amit idéztem, abban ugye az volt, hogy Brahman szatyam, a Brahman valóságos, jagat a világ mithyá, hamis. Nos, ez nem egy standard mély védánta megfogalmazás. A standard védánta megfogalmazás azt mondja a világra, hogy szadaszad biranírva csaníjam, a létező és nem létező fogalmával kifejezhetetlen. Miért? Pontosan azért, mert hogy az abszolút nem létezőt, azt tartsuk fenn a hazugságokra, hogy meg tudjam különböztetni azt az állítást, hogy ez az óra itt van az asztalon, ami szadaszad biranírva csaníjam,
az igaz-hamis fogalmaival leírhatatlan, attól az állítástól, hogy ez az óra 10 másodperc ezelőtt felrobbant. Ami egyszerűen nem igaz, nem létező, hamis. És ennek egy másik fajta tovább gondolása az, hogy kihasználva azt a ragyogó dolgot, hogy a szanszkritban két létige nagyon gyakori, az előbb említett szat létező, aszti, a másik pedig a bhavati. És egy kicsit mást jelentenek. A szat statikus, a bhavati, a görög pjó növekszik rokona, az pedig progresszív. Tehát fordíthatnám úgy is, hogy válik valamivé. És azt mondják, hogy egyetlen egy létező van, az a brahman. És ő, tehát ő aszti van, és ő nem bhavati. Ebben a másik értelemben nincs, vagyis nem válik, nem változik. Ezzel szemben minden, ami válik, változik, az viszont a világ, ahogyan tapasztaljuk, amire viszont a szatot nem lehet rámondani. De figyelem, az aszatot sem. Az csak a valóban, totálisan, teljesen nem létező dolgokra. Oké, ennyi fért az intfilozófiáról szóló kis kóstolónkba. Ha megvilágosodnak a vizsgáig, akkor osszák meg velem, hogy mit találtak. Jó? Köszönöm szépen!